Mati Yahu Máté 5-ös fejezet 17-től 19-ig ismerős lehet mindenkinek. Rengeteg problémát okoz az embereknek. Meg fogjuk nézni azt, hogy mit is jelent az, hogy az ég és föld elmúlik a törvényből egy jóta, egyetlen pontoska el nem múlik. Hiszen ez úgy tűnik, hogy nem egyértelmű a legtöbb ember számára. De olvassuk el az egészet még egyszer. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ebben már nem megyek bele újra, az első részt javaslom mindenkinek nézze meg, és abból egyértelműen kiderül, hogy ez mit jelent. 18. Mert bizony mondom néktek, míg ég és föld elmúlik a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Ez elég egyértelműen megfogalmazza azt, hogy amíg ég és föld létezik, amíg kinézünk és ott van az ég, és a földön tudunk járni, addig a törvény el nem múlik. 19. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyek országában a legkisebb lészen. Az az első jutott. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyek országában nagy lészen. Egyértelműen elmondja, hogy az, ha valaki nem úgy él és nem úgy beszél, az nem jó helyre kerül. Az Easy to Read verzió még egyértelműbben fogalmaz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a mózesi törvényt vagy a próféták tanítását. Egyértelmű, hogy mit mond. Hogy nem azért jött, hogy érvénytelenítse a mózesi törvényt és a proféták tanítását. Nem lehet egyértelműen megfogalmazni. Ellenkezőleg azért jöttem, hogy beteljesítsem. Ellenkező kép. Akkor a beteljesíteni nem jelentheti azt, hogy már nincs érvényben. Azt mondta, hogy nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye ellenkezőleg. Mi az, hogy nem érvénytelenné tegye? Annak az ellenkezője az, hogy érvényesíts. Azért jöttem, hogy betöltsem. Igazán mondom néktek, amíg az ég és a föld létezik, a törvényből egyetlen betű vagy pont sem veszíti el érvényességét, amíg mind be nem teljesedik. Árnyaltabban fogalmaz a 19-esben, ha valaki nem tart fontosnak akár egyet is. Ha valaki azt mondja, hogy az biztos nem számít, hogy rojt vagy bojt kell a ruhámra, az biztos nem számít, hogy én disznót eszek, vagy mit eszek, vagy mit nem eszek, az biztos nem számít, hogy melyik napon csinálok akármit. Ha valaki nem tart fontosnak akár csak egyet is a törvény parancsai közül, fontosnak tartja, és nem engedelmeskedik annak, tehát úgy beszél, úgy cselekszik, és a többieket is erre tanítja, az lesz a legkisebb Elohim királyságában. Az nem jó. Aki viszont megtartja a törvény parancsát, és erre tanítja a többieket, az nagy lesz Elohim királyságában. Azaz senkinek nincs joga ahhoz, hogy ne tartson fontosnak egyet is, hogy ne engedelmeskedjen, és másoknak is ezt magyarázza. Hogy jönne ahhoz bárki, hogy ő eldöntse, hogy mi az, ami számára fontos, mikor leírta, hogy mi az, ami számára fontos? Ki az, aki úgy gondolja, hogy ő csak egyszerűen megváltoztatja ezt az egészet. Vagy eldöntheti, hogy ő ezt nem úgy gondolta, ez neki nem olyan fontos. Ő leírta, elmondta azért, mert ő fontosnak tartja. Az, hogy mi mit gondolunk, vagy mi nekünk mi a kényelmes, az nem volt feltétel, illetve nem volt egyfajta megfontolásnak a tárgya, úgy tűnik. Mielőtt azonban rátérünk arra, hogy mi történik, amikor az ég és a föld elmúlik, nézzük meg azt, hogy mit is jelent az a szó, hogy betöltsem, mert ez rengeteg problémát okoz, az embereknek úgy tűnik. Elnézést kérek azoktól, akik már ezt látták minden alkalommal, de úgy gondoltam, hogy egy külön videót mindenképpen megér. Úgyhogy nézzük meg! A betölteni az nem más, mint a görög szó. Strong's G 4137 Playrao Playrao. Melynek jelentése a Strong's szótár szerint annyit tesz, mint teletölteni valamit,
valamibe beletölteni, akár a hálóba, akár pedig egy edénybe feltölteni, vagy pedig átvitt értelemben berendezni, betölteni, befolyásolni, kielégíteni, végrehajtani egy valamilyen intézkedést, befejezni, vagy pedig érvényesíteni úgy, olyan módon, ami egy előrejelzéssel egyenértékű, illetve azzal harmóniában van, tehát egy proféciát beteljesíteni, ezen kívül végrehajtani valamit, teljessé tenni valamit, beteljesíteni valamit, teletölteni valamit, illetve teljességgel eljönni, valamint tökéletesen tanítani, vagy prédikálni. Tökéletessé tenni, vagy valamit rendelkezésre bocsájtani. Ez mind a plerao szó. A Thayer's lexikon szerint azonban az elsődleges jelentése a szónak az, hogy teljessé tenni valamit. Teletölteni. A teljes mértékben feltölteni valamit. Nem az, hogy beteljesíteni, hanem valamit feltölteni. Ugye a logika szerint az, hogy betöltse, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag érvénytelenítette, annak ellenére, hogy kétszer itt előtte elmagyarázta, hogy ő egyáltalán nem ezért jött, sőt, ne is gondoljunk ilyesmire. Természetesen ez nem elég a legtöbb ember számára. Nézzük meg akkor, hogy Matthew 3.15-ben milyen értelemben használja ezt a szót vajon. Jahusa pedig felelvén mondané ki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Akkor engedenék. Ez ugye Jahukanon, mikor a bemerítés megtörtént. És azt mondta, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy én ezt végrehajtsam, és ekkor felelte azt neki Jahusa, hogy engedj most nekem, azaz csináljuk meg, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Akkor ha minden igazságot betöltenek, és az azt jelenti, hogy onnantól kezdve ez érvénytelenít, akkor nem is kellene, hogy bemerítés legyen, de semmiféle igazság, hiszen ő ezt betöltötte itt. Ez a betöltenünk ugyanaz a kifejezés, plerao, ami itt állítólag azt jelenti, hogy ő betöltötte, így nekünk nem kell csinálni. Akkor ha ott azt jelenti, akkor ha itt betöltött minden igazságot és a bemerítést, akkor nekünk már arra sincs szükség. Ennek ellenére a legtöbben még mindig merítgetik be a csecsemőket. Úgyhogy érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon akkor itt mit jelent. Borzasztó maga a logika, én tudom, de ha egyszer itt ezt jelenti, akkor itt ugyanaz kell, hogy jelentse. Ha itt más jelent, akkor miért nem jelenthet itt is vajon más? Miért olyan egyértelmű, hogy annak ellenére, hogy megmondta, hogy ne is gondolja arra, hogy eltöröltem a törvényt, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem, ennek ellenére a betölteni az azt jelenti, hogy eltörölt, és már nem kell azt szerint élni. Itt viszont nem azt jelenti a szó. Matthew 13-as fejezetben szintén találunk egy példát erre, mely így kezdődik a 47-es vers, szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, mely mindenféle fajtát összefogott, ugye, ha gyalom az háló, melyet minek utána megtelt, plerao, a partra vontak a halászok leülvén, jókat edénybe gyűjtötték, a hitványokat pedig kiválogatták, vagy kiállták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, a Malakim, kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz egy sírás és fogcsikorgatás. Vajon mi az, hogy gonosz? Mit jelent az mégis, hogy gonosz? Hogyha a gonoszokat vetik a tűzbe, lehet, hogy érdemes kitalálni, vagy megkeresni, hogy mi is az, amit ők gonosznak tartanak. Ugye Hézikája 18-20-21 egyértelművé teszi, nézzük csak a 21-est, és ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, miből tér meg a vétkéből, és mit csinál, megtartja a parancsolatimat, a törvény szerint igazságot cselekszik, élvén éljen meg, ne halljon. Ezek szerint a gonosztevő az ennek az ellenkezője. Aki nem tartja meg a parancsolatot, nem a törvény szerint él, és nem cselekszik igazságot. Ez az, amiről itt beszél. Ezek azok a gonosztevők, akiket ki fog választani. Akkor, hogyha vannak gonosztevők, akiket kiválogat, mi szerint válogatja ki, hogy ki mondta hangosabban, vagy ki mondta többször, vagy ki rajzolt több szívet, vagy ki az, aki úgy élt,
A lényeg azonban az, hogy play rao annyit tesz, hogy megtelt a háló, azaz tele van. Ezt jelenti itt is. Azért jött, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan is kellene élnünk, hogy tele töltse azt, ami eddig nem működött az embereknek. Mert nem voltak hajlandók mire? Alázatra és engedelmességre, ugyanúgy, ahogy ma sem hajlandók rá. Ezért jött, hogy megmutassa, hogy hogyan is kell a törvény szerint élni, hogy tele töltse azokat lélekkel, és úgy élje. Az egyik legnagyszerűbb példa azonban arra, hogy a betölteni nem azt jelenti, az Matthew 23:30-34-ig számtalan példa van rá, és mindegyik alátámasztja azt, hogy nem azt jelenti, ahogyan ott értelmezik. Ez azonban egy nagyszerű példa. És ezt mondjátok, ha ugye ez Jehusák másért beszél a farizeusokhoz, a Jehudimhoz, az úgynevezett zsidókhoz. Ha mi atyáink korában éltünk volna, ezt mondják ők, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Ugye arról beszél, hogy ezek az emberek most, amikor ő élt, azt gondolták, hogy ők jobbak, hogy ők nem olyanok, mint az atyák. Ők nem ölnék meg a profétákat. Annak ellenére, hogy nem vették észre, hogy egy profétával beszélnek, és a végén megölték. Tehát nem értették, hogy miről van szó. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat. Azonban, mivel nem értik, ő tudta, hogy nyilván, hogy mi lesz a vége, így saját magukat hazudtolták meg. És bebizonyították azt, hogy ők ugyanolyanok, mint azok. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét. Azaz telítsétek tele. Legyetek olyanok. Mutassátok meg, hogy ti is olyanok vagytok. Töltsétek be ezt a proféciát. Bizonyítsátok be, hogy ti is olyanok vagytok. Nem az ellenkezőjét. Nem arról beszél, hogy töltsétek be ti is, hogy ez azt jelenti a play rao, ez nem azt jelenti, hogy akkor ők mások lesznek, hiszen ugyanolyanok voltak, nem? Ugyanúgy megölték. Akkor nem az ellenkezőjét jelenti, hanem pont, hogy ugyanazt. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerültek ki Gehennának büntetésé? Ugyanolyanok vagytok, betöltöttétek azt a mértéket. Nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse, hogy ugyanolyan legyen, hogy megmutassa, hogy hogyan kell élni. Nem azért, hogy azután ne legyen, hogy érvénytelen legyen, hanem pont, hogy ugyanolyan legyen. Hiszen ezek az emberek is betöltötték, ugyanúgy éltek, mint az ő atyáik. Erre érti azt, hogy töltse be, hogy élj ugyanúgy, ahogy én éltem. Hogy betöltse a törvényt, hogy megmutassa, hogy tele töltse, hogy megjelenítse. Annak okáért ímé profétákat, bölcseket, írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, megfeszítetek, másokat azok közül zsinagógáitokban megostoroztok, és városról városra üldöztök. Azaz betöltitek. Hiszen itt arról beszél, hogy betöltik atyáik mértékét. Úgy élnek. Ő is úgy élt, pontosan azért, hogy megmutassa, hogy hogyan kellene nekünk élni. Nem azért, hogy eltörölje. Újabb nagyszerű példa Márk 14:49, mely így szól, naponta nálatok valék, a templomban tanítva, és nem fogtatok meg engem. Azaz ott volt a lehetőség, ennek ellenére nem tették meg. De, hogy az írások beteljesednek, ugye erre szükség volt. Beteljesedtek az írások. Ez azt jelenti akkor, hogy eltörlődtek az írások, vagy érvénytelené tette ezáltal az írásokat. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Akkor a beteljesedi nem jelentheti azt, hogy ezzel érvényét veszítették. Miért? Azért, mert a másik fordítás úgy írja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a Mózes törvényt vagy a proféták tanítását. Akkor itt azt mondja, hogy nem azért jött, itt meg azt jelenti, hogy azért. Arról van szó, hogy ezt tele töltse. Azáltal, ahogy ő élt, azáltal jeleníti meg ezeket a proféciákat. Ennek semmi köze ahhoz, hogy betöltötte, és ezáltal nekünk nem kell csinálni. Ez egy rendkívül ostoba logika, hogy ha valaki ezt megpróbálja úgy magyarázni, hogy betölti, és ez azt jelenti, hogy nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Mikor megmondta, hogy nem úgy van. Úgyhogy ha itt azt mondja, hogy beteljesedjenek, az azt jelenti, hogy ezáltal érvénytelenné teszi, vagy pedig eltörli, akkor csak vissza kell menni Máté 5-ösig, és azt mondja, hogy
nem jöttem a törvények, a proféták eltörlésére, illetve hogy érvénytelenít tegye a mózesi törvényt, vagy a proféták tanítása. Sokkal inkább, hogy értelmet adjon neki, hogy megmutassa, hogy mi megjelenítse a számunkra. Hogy megtöltse azt értelemmel, lélekkel, hogy mi értsük, lássuk, hogy miről is van szó. Ezt jelenti a plerao, az, hogy beteljesedjenek, vagy az, hogy betöltsem, vagy pedig az, hogy beteljesítsem. Természetesen számtalan más eset van, mikor ugyanilyen értelemben használja, hogy az írás beteljesedjen, nem menjünk végig mindegyiken, értse meg mindenki azt, hogy mindannyiszor ezt jelenti. Ő az, aki értelmet ad ennek az egésznek, aki betöltötte, aki úgy élt. Úgy, mint az, hogy kitölti be a kapus szerepkörét a következő mérkőzésen. Ez nem azt jelenti, hogy eltűnik a kapus szerepköre, vagy nem lesz rá szükség. Ez azt jelenti, hogy ki az, aki ott lesz, ki az, aki úgy fog funkcionálni, mint egy kapus. Ki az, aki úgy fog élni, úgy fog viselkedni, mint az. Így teljesíti be, hogy ő olyan, ő úgy viselkedik. Ez a beteljesítés annak, nem az, hogy nincs ott senki. Lukács második fejezet 40-es vers nagyszerűen megcáfolja ezt a logikát, miszerint a beteljesedve azt jelenti, hogy ugye eltörölte gyakorlatilag. A kisgyermek pedig növekedik és erősödik a lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Elohimnek kegyelme vala ő rajta. Ugye ez a gyermek, ez Jehusá Másiák a megváltó, és ő növekedett, erősödött, a ruák vele volt a lélek, és teljesedett bölcsessége, teljesedve, ez ugyanez a szó, plerao, úgyhogy, ha ugyanazt a logikát alkalmazzuk, akkor az, hogy beteljesedett bölcsessége, azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem volt bölcsesség, vagy az el van törölve, vagy az el van vetve. De természetesen mindenki tudja, hogy ez nem így van. A teljesedve bölcsessége ugyanazt jelenti, mint itt. Úgy a bölcsesség benne van ebben a gyermekben. Ez bölcs. Ez betölti azt a funkciót. Ugyanúgy, ahogy itt. A törvény benne van, és ő a törvényben. Ő tölti be azt a funkciót, amit a törvény előír. Ő úgy él, ahogyan a törvény azt megköveteli. Ez által tölti be a törvényt. Ugyanúgy, ahogy a bölcsesség itt betöltötte a gyermeket, aki mellesleg ugyanez a karakter, Jehusá HaMásiák. Lukács 9.31 szintén egy újabb árnyalatát mutatja meg ennek a kifejezésnek, plerao, kik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, Jehusá HaMásiák halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Azaz, ott tölti majd be ezt, úgy lesz teljessé az a profécia, hogy ő meghal. Úgy lett teljessé a törvény, hogy ő úgy élt, hogy ő betöltötte azt. Ezt jelenti az, hogy ő betöltötte. Nem azt, hogy ezzel ő eltörölte, hanem azt, hogy ő úgy élt. Pusztán arra utal az ő életmódjára, arra, hogy ő igaz volt, arra, hogy a törvény szerint járt, ő úgy beszélt, úgy tanított. Erre vonatkozik semmiféle későbbi vonatkozása nincs arra értve, hogy nekünk ezt nem kell csinálni, vagy a törvény megszűnt volna. Az arra vonatkozott, ahogyan ő működött, és ahogyan ő élt. Ő betöltötte azt azzal, hogy úgy viselkedett. Ugyanúgy, vagy úgy cselekedett, vagy az történt vele, mint ahogy a halálával megteljesítette ugye azokat a dolgokat, amikről beszéltek korábban a proféták. Egy alternatív jelentése is van ennek a szónak, a Hukkanon 7-es fejezet 8-as vers így szólt, ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be, azaz nem jött el, még nem teljesedett ki az ő ideje. Jehukanon 7-es fejezet 8-as vers így szólt, ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be, ez a nem tölt be, ez plerao, ugyanaz, mint a betöltsem, vagy pedig a beteljesítsem. Ugye az idő még nem lett tele, nem jött el az az idő, ahogy neki oda fel kellene menjen. Ugyanúgy, ahogy amikor azt mondta, hogy betölti, hogy ő teljes mértékben feltöltötte azokat a követelményeket, amelyeket a törvény támasztott. De ez nem azt jelenti, hogy a jövőben mondjuk itt lesz idő, vagy nem lesz idő. Idő mindig lesz. Kérdés az, eljött-e az az idő. Ugye Hukkanon 12-es fejezet,
1-től 3-ig egy ismerős történet, így kezdődik ki. A húsa azért 6 nappal a húsvét, ugye ez a Páska előtt méne Betániába, ahol a megholt Lázár vala, akit feltámasztott a halálba, ugye visszautazik Betániába. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgálvala fel, Lázár pedig egy vala azok közül, akik együtt ülnek vala ő vele. Mária, Miriam azért elővévén egy font igazi, drága nárdosba való kenetet, megkené a húsa lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelék a kenet illatával. Ez is nagyszerűen érzékeltető, hogy miről is van szó. Megtelik a ház, azaz az egész ház tele lesz ezzel az illattal. Minden egyes pontja a háznak ezzel van tele, ezzel a nagyszerű illattal feltöltött a házat. Ugyanúgy, ahogy ő, mikor eljött, teljes mértékben betöltötte mindent az elsőtől az utolsó betűig. Ez nem jelenti azt, hogy ezek után már nem lesz illata ennek a kenetnek, vagy ezzel elmúlik. Ugyanúgy, ahogy itt sem jelenti azt. Csak azt jelenti, ahogyan ő funkcionált, ugyanúgy, ahogyan a kenet funkcionált itt. Betöltötte az egész házat, ő betöltötte az egész törvényt, minden betűjét annak, megmutatván nekünk, hogy hogyan is kellene élni. Ez szintén egy nagyszerű példa arra, hogy mit is jelent valójában a plerao szó. Jehokanon 15-ös fejezet 9-től 11-es versig így szól, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Mit jelent ez? Ha én parancsolatimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Tartsak a parancsolatokat, nem erről beszélt az Atya is? Ebben most nem megyünk bele, de többek között Deberim 6.4.6, azaz 5 Mózes 6.4.6 erről beszél. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Atya odaadja neki a parancsolatokat, ő úgy él, továbbadja a Jahudimnak, azok úgy élnek, továbbadják az izraeliták, úgy élnek, továbbadják a világnak. Így alkot mindenki egy egységet. Úgy, hogy össze-vissza mindenki más csinál, úgy, hogy a Jahudim, a zsidók a Talmudot követik, a keresztények semmit, és akkor közben még van ez, meg az, meg amaz, az nem egy egység. És Jahua nem a zűrzavarnak a megalkotója. Úgyhogy egy rendszer van az atyától Jahusáig, Jahusától Izraelig, Izraeltől a többi népnek. Egy és ugyanaz a feltételrendszer. Erről beszél itt? Ezeket beszéltem néktek, miket? Az, hogyha a szeretet maga a parancsolat, tartsátok meg a parancsolataimat, az atyától jönnek, ezért nem lehetnek mások, mint amik eddig voltak. Ezeket beszéltem néked, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, hogy megmaradjon, azaz továbbra is éljen, és a ti örömetek beteljék. Tehát nem jelentheti azt, hogy beteljék, hogy eltörlődik, vagy nem lesz, hiszen most mondja, hogy megmaradjon. A ti örömetek beteljék. Beteljesedett az, amire vártak, hogy megértették, hogy itt a megváltó, hogy vissza tudnak térni a szövetségbe. Hogyan? Tartsd meg a parancsolatokat, és élj! Térj meg, tartsd meg a parancsolatokat, élj! Így kerülsz vissza a szövetségbe. Miért? Azért, mert elvált Izraeltől, és vissza kellett térnek a szövetségbe. A lényeg azonban az, hogy ezeket elmondta, hogy megmaradjon bennünk az ő öröme, és a ti örömötök beteljék. Akkor ezek után már nem lesz öröm, el van törölve, érvénytelen lett, nem létezik többé öröm, vagy pedig azt jelenti, hogy ez által teljesedett be, és végre megvolt az öröm, mint ahogy itt is mondja. Betöltötte, és végre tudtuk, hogy hogyan kell élni. Pont az ellenkezőit jelenti, mint amit magyaráz. Hiszen megmaradt az öröm, és a mi örömünk beteljesedett. És ezáltal megvan. Beteljesedett, az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve nincs. Pont, hogy most van. Ez a lényege a jó hírnek. Hogy eljött, beteljesítette, ez az öröm, és onnantól kezdve megvan az öröm, hiszen tudja mindenki. Ez jelenti az, hogy beteljék. Nem az, hogy mostantól kezdve nincs öröm. Ugyanezt a gondolatmenetet folytatva, a Jehokanon 16-os fejezet 22-től 24-ig így szól. Itt szintén a plerao-ról van szó, ugye ugyanerről a szóról, hogy betöltsem, beteljesítsem. Itt azt jelenti, hogy
teljes legyen. Hogy Kanon 16, 22, 24 így szól. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, azaz jelenleg szomorúak. De ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek. És senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket, azaz meg lesz az örömötök. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Miért? Azért, mert ő lesz majd a mennyei főpap, aki közben jár értünk. Nem egy az atyával, hanem két külön karakter. Az atya és az emberek közti kapcsolat tartója, Yahusha HaMashiach, úgymond az atya angyala, aki most emberi formában van, eddig angyal formában volt, vagy álomban jött el, ezek után pedig mennyei főpap lesz. Ő az, aki közben jár, tőle, az ő nevében tudjuk kérni, ez lesz a mi örömünk, ezért mondja, hogy senki el nem veszi tőletek, hiszen most szomorúak, hiszen meg fog halni, aztán visszatér, lát titeket újra, aztán örülni fogtok, mert újra elmegy, megértik azt, hogy ő lesz az, aki közben jár, hozzá fogna folyamodni, tehát az örömük teljes lett. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, hiszen nem volt még ott. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Plerao. Hogy az örömetök teljes legyen. Nem azt jelenti, hogy mostantól nincs öröm. Pont az ellenkezőjét jelenti. Ez tölti be az örömet. Ez az, ami az értelme volt az egész könyvnek. Hogy végre ott van fönt, kérni tudunk, és az örömünk teljes. Mostantól teljes. Ugyanúgy, ahogy itt is. Mostantól tudjuk azt, hogy hogyan kell a törvények szerint élni. Az ellenkezőjét jelenti, mint amit tanítanak. Mint a legtöbb esetben sajnos. Így operál az ellenség. Remélem, hogy egyértelmű most már mindenki számára, hogy sajnos, vagy hát sajnos, hát azok számára sajnos, akik azt szeretnék, hogy ne legyenek instrukciók, illetve tora, de a beteljesedni, vagy betölteni az egy egész más jelent, mint amit a legtöbb ember gondolja. Hukanon 17-es fejezet 12-től 15-ig újabb árnyalatát mutatja meg ennek a szónak. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket adtál nékem, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Beteljesüljön, plerao, azaz, végre eljött, ez által nyert értelmet az, ami meg volt írva. Ő az, aki betöltötte ezt a szerepet. Következő azonban érdekesebb, most pedig te hozzád megyek, ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Teljesen bírják, plerao. Akkor, hogyha teljesen bírják azt jelenti, hogy mostantól nincs törvény, akkor itt azt jelenti a plerao, hogy mostantól nincs öröm, vagy azt jelenti, hogy mostantól van, mert most értették meg, most jött el igazán ugyanúgy, ahogy itt. Most tudják igazán élvezni azt az örömet. Most értették meg igazán, hiszen most lett teljes bennük ez. Most teljesedett ki, ugyanúgy, ahogy a törvény itt teljesedett ki. Nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, vagy a prófétákat, a mózesi törvényt, vagy a próféták tanítását, hanem azért, hogy betöltse azt, hogy megmutassa, hogy hogyan fog működni, hogyan kellene, hogy működjön. Ugyanúgy, ahogy az öröm, hogy hogyan funkcionál. Mi a teljes öröm? Mi az az öröm, ami igazán ezeket az embereket és minket is kellene, hogy eltöltsön. Attól a pillanattól, hogy megértjük, egészen örökké. Nem addig a pillanatig, hanem onnantól. Én a te igédet adtam nékik, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból való vagyok. Ugyanúgy, ahogy ez ma történik. Aki erről beszél, az mind tulajdonképpen mindenféle hamis tanító, vagy hamis proféta, szekta, kultusz, akármi. Azonban a legtöbb embernek fogalma sincs, hogy miről beszél. Nem csak az írással kapcsolatban, hanem amúgy se. Itt mondja, hogy az ő az Elohim igéjét adta neki, és a világ gyűlölte őket, mert nem e világból való. Ugyanúgy, ahogy most, ugyanúgy volt akkor is. Az emberek már akkor sem értették, hogy mit beszél, most sem értik, hogy mi van leírva, és nem hajlandó semmiféle engedelmességre vagy alázat. Ezért mondja azt, hogy a világ gyűlölte őket, mert a világ
az más úton jár. A világnak nincs törvényei. A világnak Jézus a megváltó és egyben az Istene, aki mindenkit elfogad olyannak, amilyen. Aki eljött, aki eltörölte a törvényeket, és aki Istennek kiáltotta ki magát. Ez a különbség, Jehusá HaMásiák, az igazi megváltó, aki valóban köztünk el, és aközt a fikció között, amelyet a keresztények a katolikus egyház segítségével felépítettek magukra. Aki hirdeti a törvénytelenséget. Aki hirdeti azt, hogy több Isten van egyben. Aki tulajdonképpen az antimessiás. 15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mi a gonosz? Megbeszéltük az előbb. A gonosz mindaz, aki a törvények ellenére cselekszik. Apostolok második fejezetben szintén szerepel a pléráó szó. Nézzük meg, hogy itt milyen értelemben. Mert Daud ezt mondja őróla. Magam előtt láttam Jahuát mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felett az én testem is reménységben nyugszik. Mindez Jahua. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Mi a szent? A szent, aki követi a parancsolatot, és megvan Jehusá HaMásiák hite. Ez Jelenések 14.12. Azokat nem hagyja, azok lelkét nem hagyja a sírban, és azokat nem engedi, hogy elporladjanak. Kiket? A szenteket. Kik azok? Akik megtartják Elohim parancsolatait és Jehusa hitét. Még mindig arról beszél. 28. Megjelentetted nékem az életnek útait. Mi az élet útja? Zsoltárok 119.30-34. Az igazság útja. Parancsolatait, bizonságait, rendeléseit, törvényeit. Megjelentetted nékem az életnek útait. Ez már bőven a halála után apostolok cselekedetei. Még mindig arról van szó, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Örömmel tölti el, miért? Azért, mert ő az élet útján jár, azért, mert ő egy szent, azaz megtartja a parancsolatokat és Jehusa hitét, azért, mert ő hisz, és úgy él. Ez az, ami betölti. Így tölti be. Nem az, hogy ezután nincs öröm, ez nem azt jelenti, hogy betölt engem örömmel, hogy mostantól nincs öröm. Pont, hogy mostantól van öröm. Hiszen betölti azt. Ő úgy él, és ez az, ami betölti majd azt. Ő úgy élt, így töltötte be a törvény. Nem eltörölte. Mit is mond? Az életnek útját megjelentette. És ez megmentette a sírtól a lelkét, megmentette őt, mint szentet, a szent, aki tartja parancsolatokat. Mi akkor az életnek útja? Amin járnunk kellene. Az igazság útját választottam. Ítéleteit, bizonságait, parancsolatait, rendeléseit, törvényed teljes szívemből. Ez összefoglalva gyönyörűen megtalálható. Jelenések könyve 14.12. A szentek békességes tűrése, akik megtartják a parancsolatokat és a hitet. Felsorolta ott, mi az igazság útja, ha teljes szívéből csinálja az ember. Ez egy és ugyanaz. Ezután fogja majd betölteni az embert az öröm, ugye pleráó, betölteni, azaz innentől kezdve fog tudni úgy járni örömmel, hiszen jár az úton, engedelmes, alázatos, ez maga, ami meghozza majd számára azt a teljességet. Ugyanúgy, ahogy Jehusá HaMásiák volt a törvény teljessége. Ez nem azt jelenti, hogy nincs öröm, vagy el van törölve az öröm, mint ahogy nem azt jelenti, hogy el van törölve a törvény. Pusztán azt jelenti, hogy ez az, ahogyan kellene lennie. Remélem, hogy világos mindenki számára most már, hogy pléráó, betöltsem, ez nem azt jelenti, hogy a törvények nem léteznek ezután. Pontosan az ellenkezőjét. Ő volt az, aki megmutatta, hogyan is teljesedik ki a törvény, hogyan is tudja a törvény kifejteni azt a hatását, aminek az eredménye az, hogy az ember öröm tölti be, ugyanúgy pléráó szóval, mint ahogy itt is. Végezetül nézzük meg
hogy mi is történik az éggel és a földdel. Ugye itt azt mondja, hogy amíg el nem múlik, addig lesz törvény. Mi van akkor, hogyha már elmúlik? Jesajáhu 65-ös fejezet 16-tól 25-ig így szól. Hogy aki magát áldja a földön, áldja magát az igaz Elohimben. És aki esküszik a földön, esküdjék az igaz Elohimre. Mert elfeledvék a régi nyomorúságok, és mert elrejtvék szemeim elől. Azaz, egy jövőbeni profécia, hiszen a föld még nem így néz ki. Még megvannak a nyomorúságok, még megvannak azok a dolgok, amik később el lesznek felejtve. 17. Mert ímé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Azaz, ami következik, az új egeket és új földet fog teremteni. És ott a 18-asban mi történik, hanem örüljetek, hiszen nem jut ugye eszünkbe a régi nyomorúság. Örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek. Mert ímé Jeruzsálem vigassággá teremtem, és az ő népét örömmé. Ezek szerint még a ég és a föld sem örök. Azonban, ahogy láttuk az előző részben, az ő törvényei, az ő igazságai, az ő szava örök. Annak ellenére, hogy az ég és a föld nem örök. Végezetül Jesiáhu 66, 22, 24, mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szólja Hua, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. Az az új ég, új föld lesz. Mi történik? És lesz, hogy hónapról hónapra, szombatról szombatra eljő minden test engem imádni, szólja Hua. Új ég, új föld, csak azok lesznek ott, akik oda, akik érdemesek, és mi történik? Hónapról hónapra, szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szólja Hua. Még akkor is lesznek törvények és parancsolatok. Hiszen ez ugye hónapról hónapra, ez a kodás, új hold, fordítás, Shabbat, még akkor is lesz törvény. Mi történik azzal, aki nem hajlandó, és kimenvén látni fogják azoknak holttesteit, akik ellenem vétkeztek. Mert az ő férgök meg nem hal, és tűzök el nem aluszik, és minden testelőz borzadásul lesznek. Új ég, új föld, még mindig van Shabbat, még mindig van törvény, és még mindig vannak, akik nem értik meg. Ki az, aki vétkezik, ezt ismeri mindenki remélhetőleg, Jehu Kanon 3-4, valaki bűnt cselekszi, azaz vétkezik, az törvénytelenséget is cselekszi, azaz vétkezik. A bűn pedig törvénytelenség, azaz vétek. Még mindig van vétkezés, még mindig van bűn és törvénytelenség. Új ég, új föld. Úgyhogy nemhogy eltörölte a Mesiák azzal, hogy betöltötte, vagy akármit csinált, hanem megmutatta, hogy hogyan is kellene az embernek élnie. Hogyan működik a törvény, mikor az ember tiszta szívéből csinálja. Ezt jelenti az, hogy betölteni. Hogy az ember betölti a lelkével, betölti a szívével a törvényt. Hogy ő úgy azért csinálja, mert ő szeretne engedelmes lenni, és alázatos, és a teremtő kedvében járni, és az ő útján járni. Ez az a lélek, ami feltölti azt a törvényt, és ez az, ami után az ember igazán tud majd azon az úton járni. Erre volt egy példa Jehusá Hamásiák. Ezért mondta azt, hogy azért jött, hogy betöltse, hogy végre lássuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem azért, hogy azután lehessen hurka kolbászt enni, meg kocsit mosni vasárnap, meg a Tesco-ba járni, a szent napon. Mert senki nem tudja betartani a szent napot, mert nem lehet nem kocsit mosni a szent napon. Hagy fejezzem be jelenések könyve Higgaló 22-es fejezet 1-től 15-ig. Első vers. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó valamint a kristály, az Elohimnek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Vajon mi lehet az életvize,
ami ragyogó, mint a kristály, és Elohim és bárány királyi székéből jön ki, ha nem a szó, ami mindig is jelképezte és reprezentálta a vizet és az életet. Ezért jön ki ebből a királyi székből, és még mindig két külön karakterről beszél. Második vers. Az ő utcájának közepén és a folyóvízen innen és túl életnek fája van, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. Azaz, ez az a folyóvíz, mely az élet fáját táplálja, ugyanúgy, ahogy az ő szava, az ő tarája, az ő instrukciói a mi életünket hosszabbítják meg, illetve megőrzik azt a végén. És semmi elátkozott nem lesz többé. És az Elohimnek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve a homlokukon. Mit jelent az, hogy az ő neve a homlokukon van? Azt, hogy ők a parancsolatai, a tarája az ő hatalma alatt cselekednek. Ez jelenti, hogy a név valakinek a homlokán van. Nagyszerűen leírja Semot, 12-es fejezet, 2. Mózes 12, mikor a páskáról beszél, hogy ez egy jel az ember jobb kezén és az ember homlokán, hiszen az ember így él, az ő parancsolatai alapján él. Ezt jelenti, hogy a neve a homlokukon van. Még mindig a parancsolatokról beszél, és arra utal vissza. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, lámpásra és napvilágra, mert Jahua Elohim világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Mi a fény? Mi a szövétnek? Példabeszédek 6.23, szövétnek parancsolat, és a tudomány, világosság, életnek úta tanító feddések. Még mindig a parancsolatokról beszél. Még mindig az ő tarájáról, instrukcióiról beszél. Mindig is lesz, hiszen ez örökké él. És mondanékem, e beszédek hívek és igazak? És Jahua a szent Kodes proféták hatalmassága bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenni hamar, azaz a profécia. Ímé eljövök hamar. Miről beszél? Az, hogy hamarosan eljön az ítélet. Boldog, aki megtartja egy könyv profétálásának beszédeit. Még mindig arról beszél, Jelenések könyve 22-ben, hogy az a boldog, aki a parancsolatok szerint él. Aki megtartja a profétálás beszédeit. Mi más lehetne megtartani, mint az instrukciókat? Biztos nem arról beszél, hogy majd eljön egy mesiák. Azt mi nem tudjuk megtartani, mi csak az utasításokat tudjuk megtartani. A Mózes törvényét, a profétákat és a Zsoltárokban az utasításokat. 8-as, és én, a Hökkanon vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta. Azt pedig mondanék, meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják egy könyvnek beszédeit. Elohimet imád. Kinek a szolgatása ő? Nyilván azt mondja, hogy szolgatársad vagyok neked, hiszen Jahukanon egy izraelita. És a te atyád fiainak, akik szintén izraeliták, vagy a Yahudim, Izrael, ugye egyesül a két ház, úgyhogy az a Jákob háza. Neked és az atyád fiainak. És azoknak, akik megtartják egy könyvnek beszédeit. Úgyhogy új szövetség még nem létezett ebben az időben. Főleg nem úgy, mint most, hogy minden háztartásban van egy. Nem úgy volt, hogy Máté megírta az ő történetét, aztán bement a kiadóhoz, és kiadta, és terjesztette az utca sarkon. Úgyhogy nem utalhat az új szövetségre. Hanem visszautal ugyanoda, ahova az összes többi. A Tanákba. Azoknak ő a szolgatása, akik megtartják egy könyv beszédeit. 10-es. Aztán mondanékem, be ne pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is.
Aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Aki igaz, legyen igaz ezután is. Aki szent, a kodes, szenteltessék meg ezután is. Ugyanaz vár mindenkire, mint ami eddig. Mindenki a saját cselekedetei szerint meg lesz ítélve. Honnan tudjuk? Onnan, hogy elmondja. És ímé hamar eljövök. Megint azt mondja, hogy hamar eljön. Annak ellenére, hogy mindenki abban van, hogy ez majd bekövetkezik egyszer, meg ez csak egy átvitt értelmű mondat. Arról beszél, hogy hamar eljön. És az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, miért? Amint az ő cselekedete lesz. Ezért mondta, hogy igazságtalan az igazságtalan, igaz az igaz. Mindenki megkapja a jutalmát. Aszerint, ahogy cselekedett, nem ahogy beszélt, nem ahogy gondolkodott, vagy amennyit szívecskét küldött a Facebookon, hanem ahogyan élt. Engedelmesen, alázatosan, az instrukciók szerint. És ha valaki így él, akkor az szereti a teremtőt elsősorban, és szereti fele barátait másodszor. Hiszen a törvény beteljesítése a szeretet. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Boldogok, kicsodák, akik megtartják az ő parancsolatait. Tudja, hogy a legtöbb ember engedetlen. Elmondja százszor, hanem ezerszer ebben a könyvben. Mi a feltétel a szövetségnek? Térj meg! Tartsd meg a parancsolatokat, és élj! Ennek ellenére, még nemhogy nem értik az emberek, és azt tanítják egymásnak, hanem aki az ellenkezőjét mondja, az mindenféle hamis proféta, meg átkozott, meg rabság alá viszi az embereket, meg ilyen ostoba dolgok. Mit beszél itt az alfa és az omega? A kezdet és a vég, az első és az utolsó? Mit magyaráz? Azt, hogy boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Az első és az utolsó. Nem az utolsót, vagy az elsőt, hanem az összeset. Miért? Azért, mert hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Térj meg, tartsd meg a parancsolatokat, és élj! Ez az üzenete az egész könyvnek. De kimaradnak az ebek, a bűbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, mind aki szereti és szólja a hazugságot. Mi ez a 10 parancsolat? A teljes 10 parancsolat. Mindenki, aki nem tartja meg, az nem fog tudni belépni a kapun. Ez az üzenete a könyvnek. Ez az, amiről beszél az elejétől a végéig. Térj meg, tartsd meg a parancsolatokat, és élj. Remélem hasznosnak találtátok, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja.